Tisztelt szerkesztőség, fiatal hívőként korábban is hallottam, mennyi hamis hazug rágalom méri a gyülekezetet. És főleg önt a héten. Friderikus Sándor úgymond nagy leleplező cikkét olvasva elgondolkodtam, ön hogy kezeli ezeket a dolgokat, a sok gyűlölködő álnok ember viselkedését. És mit javasol a második, harmadik generációs fiataloknak, akik nem voltak részesei a kommunizmus alatti zaklatásoknak, hogyan erősítsék magukat, az egyházat, az ilyen helyzetekben? Válaszát köszönöm, Olivia. Köszönöm, Olivia, az érdeklődésedet, de én úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy mintha az ember, ha megy az utcán és sárt tapad a, a ruhájára, leráz a ruháról, és megy tovább. Nagyon fontos, hogy nem kell ilyenekkel foglalkozni, mert pontosan az a cél, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Megtisztítja az ember a ruháját, a foltot kitisztítja, a foltos lesz, mintha étkezéskor, esetleg a zsírcseppen az embernek a ruhájára, és azonnal folytatja tovább, vagy még abba se hagyja az étkezést. Nem így van? Tehát a legfontosabb dolog az, hogy az ember tegye meg azt, amire elhivatott, azt a feladatot, amit Isten kijelölt aztán a dolgok mennek előre. Tehát azt kell tenni, hogy menni, menni, menni előre. Nem. De nem kívánok részletesen foglalkozni. Szegény megkapta, úgyis a... Amit nem... Sz... Hogy hírták valaki, hogy megrázta a pofonos ládát. Nem, 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 aki gonoszul aki beszél, az előbb-utóbb az, az, az eredménye, hogy ő is megkapja a gonosz beszédet. Tehát ezért nagyon fontos, hogy aki amit vet, azt fogja aratni. Ha szeled vetsz, vihart aratsz. Tehát ennyi. Nem ez az utolsó, készüljetek fel, hogy lesz még. De a keresztényeknek, hogyha ilyennekkel foglalkoznak, akkor jobb, hogyha abba hagyod a hívő életet. Vagy, nem, vagy ne hagyd abba, ha abba hagyod a szolgálatot, mert lehetetlenség, hogy, hogy ilyen dolgok nem fognak érni, mindenki helyeselni fog neked, mindenki tapsolni fog neked. Azt mondja Pálapostól, hogy ha embereknek igyekeznénk tetszeni, Isten szolgája nem lennénk. De, de nekem rendkívül pozitív tapasztalataim voltak az elmúlt napban. Sok emberről nem is tud, gondoltam volna, hogy ilyen jó barátom. Nem keresztények, tehát hogy ennyire e, e, őszintén, hogy mondjam, tisztelnek, szeretnek, nem is gondoltam volna róluk. De hát most bajbe ismertetik meg a barát, de hát ez nem volt baj, felejtsük el.